A 2023-as múzeumi év Karcagon is úgy kezdődött, mint bármelyik másik hazai közgyűjteményben, zárvatartással. Az energiaárak robbanásszerű emelkedése miatt a közgyűjtemények április közepéig nem nyithattak ki, emiatt az előzetesen elkészített kiállításrendet is meg kellett változtatni. Az 5 karcagi kiállítóhely közül 2 nem fűtött. Ezek normál körülmények között is csak a tavaszi-nyári időszakban látogathatóak. Takarítás, állagmegóvás azonban a kényszerszünet alatt is folyt. Április 15-én aztán a megalakulása 20. évfordulóját tavaly ünneplő Népművészeti Egyesület tárlatával indult a hagyományos értelemben vett múzeumi évad. Utána volt egy nagyon érdekes kiállítás, ami még eddig sehol, soha nem volt Karcagon, hát ez szerintem még Magyarországon se nagyon. Albert Krisztiánnak, a Európa bajnok preparátornak a kiállítása volt látogatható. Az is nagy sikerrel zajlott, hiszen ugye Albert Krisztián egy fiatal karcagi fiatal ember, aki most, ahogy tudjuk, legutóbb éppen Kínában tartott, oktatott preparátorokat. Az ő kiállítását egy tégla kiállítás követte, a bélyeges téglák, pecsétes téglák, a Monarchia Bélyeges Tégla Egyesület kiállítása volt az, amelyik látható volt. Van egy téglagyűjtő társaság Magyarországon, illetve ennek különböző tagozatai, akik a régi 19.-18. századi bélyeges, bélyegzővel ellátott téglákat gyűjtik, és abból ki tudják követni, tehát azok nagyon fontos dolgokat lehet követni belőle, kitalálni, illetve nem kitalálni, hanem kikutatni abból, hogy milyen volt az építkezés, milyen tárgyak voltak, milyen volt egy-egy városnak az építő kultúrája. A tavalyi év elejére tervezték, ám csak az év második felében valósulhatott meg a zsolnai tanítványok kiállítása. Badár Balázs és Bozsik Kálmán fazekas mesterek munkái, a szecesszió és a historizmus alföldi példái, az úgynevezett parasztpolgári ízlésvilág remekei. Badár Balázs mezőtúri fazekas mester volt, Bozsik Kálmán kunszentmártoni fazekas mester és az ő tanítványa. Mind a kettőt az köti a Karcaghoz, hogy miért is vannak itt, hiszen ők is zsolnainál is tanultak, ugyanúgy, mint Kántor Sándor, tehát ebből a szempontból is jogos, hogy itt legyenek. Illetve, hogyha megjönnek, valaki megnézi ezt a kiállítást, akkor láthatja, hogy egyfajta olyan polgári ízlésvilágnak, amit parasztpolgári ízlésvilágnak nevezünk, annak a kielégítője, illetve kiegészítője, annak megfelelően készültek ezek a tárgyak, de a magyar népi hagyományokból. Tehát a formák némelyike, illetve a motívumok némelyike átemelődött ugye ebbe az úgynevezett magas kultúrába. Badárt és ugye Bozsikot már nem is fazekasnak, hanem műfazekasnak tartották, tehát ezért fontos ez a kiállítás. És azért mondom, hogy nemzetközi hírű, mert ide hozzánk Olaszországból érkezett, ugye a két múzeum hozta létre ezt a kiállítást. Előtte volt Isztambulban a kiállítás, és innent tőlünk Lengyelországba fog menni márciusban. Ez a tárlat még most is áll, és március közepéig látogatható is.